két milliárdos barát találkozik. Egy kötetlen beszélgetés után az egyikük végül megkérdezi. Otthon, a családdal minden rendben? A másik válaszol. Nem is lehetne jobb. Vettem egy elefántot. A barátja döbbenten néz rá. Egy elefántot? Megőrültél? A férfi mosolyogva válaszol. Ó, ember, hadd mondjam el, ez életem legjobb vétele. Legelészik a gyepen, szép egyenletessé téve a pázsitot. A gyerekek imádják, mindig a hátán lovagolnak és csúszdáznak az ormányán. És ami a legjobb, egész nap kint játszanak az udvaron, nem a számítógép előtt ülnek. A feleségem is imádja őt, szupererős, segít neki a dolgok mozgatásában, amikor nem vagyok otthon. És hadd mondjam el, ez az elefánt kedves és okos, a legjobb házi kedvenc, ami valaha is volt nekem. A másik milliárdos megvakarja az állát. Hát, ez igazán remekül hangzik. Valójában egészen elképesztő. Mennyit fizettél érte? A fickó válaszol. $1 millió. Minden fillért megért. Ilyen áron ez szinte lopásnak számít. A másik milliárdos megkérdezi. Eladod nekem 2 millióért? Nem, úgy képzeled, eladni, hisz ő olyan, mint egy családtag. Na jó, 3 millió. Nem tudom, ember, egy ilyen barátságot tényleg nem lehet beárazni. Rendben, 5 millió. 5 millió? Hát, oké, ember, eladom neked, de csak azért, mert barátok vagyunk. Néhány hét múlva a két milliárdos újra találkozik. A férfi, aki megvette az elefántot, pokolian dühös. Amint meglátja a barátját, ordítani kezd. Mi a fenét adtál el nekem? Nem csak, hogy nem legelgeti a pázsitot egyenletesre, hanem teljesen tönkretette az összes zöld növényemet és fámat. Mindenhol elefántrágya van, még a házban is érezzük a bűzét. És mi volt az a szöveg a gyerekekkel? Rettegnek ettől a valamitől, agresszív és hatalmas és ijesztő. Nem tudok aludni, mert mindig trombitál, a feleségemnek rémálmai vannak, és most már a halálomig hallgathatom a folyamatos szidalmait. Ez egy katasztrófa, életem legrosszabb vétele. A másik milliárdos ránéz, és azt mondja. Hát, ember, nem is tudom, mit mondjak. Ezzel a hozzáállással soha nem fogsz eladni egy elefántot.